Szép jó napot kívánok! Ez itt az NX TV, és benne az ESL Erdélyi Szuperliga törökországi futama. Nos, hát ugye, mint már mondottam, Törökországba, Isztambulba voltak a srácok. Akkor még mielőtt el nem kezdjük a futamot, egy kis PH érték. Nos, ott a PH érték meg is volt. Hát akkor lássuk a srácok, mit is műveltek ezen a futamon. Sajnos most úgy jött össze, hogy nem igazán jöttek össze most a live-ok. Vasárnapra lett készen teljesen a gép, úgyhogy ezúttal is elnézést kérek mindenkit, hogy a szombati ESL kimaradt. De hát ugye pótoljuk. Nos, hát az időmérőn úgy alakult, hogy Farkas Márton szerezte meg a pólt. Őt követte Jaksi Gyula, majd harmadiként Várhegyi Bence lehetett ott, Kis Barnabás a negyedik, Kárász Rudolf az ötödik, Orbán Tamás a hatodik, Szombati Péter a hetedik, Demeter Ádám a nyolcadik, Cséplő Máté a kilencedik, Kis Levente a ligavezető a tizedik, Lőrinc Gábor a tizenegyedik, és Sípos Tamás a tizenkettedik. Hát az képest, hogy milyen nagy eleményekkel indult a liga, ahhoz képest csak sajnálatos módon 12-en jelentek meg. Ami azt jelenti, hogy még várnak különböző emberkéket, aki úgy gondolja, hogy szeretné megmérettetni magát, azt nagyon szívesen várják a srácok. És lassan fölállnak a rajtrácsra. Hát pontokat majd csak jövő héten Ricsi fogja közölni, hogy ki hol áll, meg hogy áll. Ugye ezt már megszokhattátok, hogy amikor én kommentálok, olyankor csak kimondottan a futamra koncentrálunk. Nos, és lássuk, piros lámpák kigyulladnak, nem gyulladnak ki. Viszont elindul a futam, Farkas Márton nagyszerűen megkapta a rajtot. Ott hátul Csete Pati, még egyenlőre nincs, de ott egy Mercedes. Egy, mi volt az? Ferrari, de lehet, hogy nem. Péter csúszott ki. Lássuk itt elől, mi történik. Farkas Márton ugye az első, második helyen Jaksi Gyula, illetve Kis Barnabás harcolnak a második helyén. Úgy néz ki, hogy Kis Barnabás meg tudta előzni Gyulát. Viszont Gyulát Várhagyi Bence üldözi. Úgyhogy nem lesz könnyű neki meglógni. Egyenlőre itt elől elég szépen eljöttek, viszont Gyulát már Bence a kanyarba megpróbálná, de nem. Nem merte betenni. Nagyon is közel van, sőt, mi több egyre közelebb van, de Orbán Tamás Bencét vette. Vette. Meg akarja előzni, itt hárman egymás mellett. Elég szépen. Hát a Mercedes, Orbán Tamás ugye
nem merte betenni az autót. Így maradt a sorrend Jaksi Gyula, illetve Várhegyi Bence, de ez még nem lefutott tény. Hát akkor nézzünk egy kis Ormboldot. Igen, sajnos ez a mód is az a fajta mód, hogy amikor Ormboldban van, akkor hangosabb. Na de nézzük, Bencét meg tudja előzni Gyulát. Hát nagyon rajta van, de valahogy nem tud rajta fogást találni. Viszont ott a háttérben Tamás sem ülhet a babérjain, mivel csapattársa Máté, Csíkő Máté követi. Mondjuk nem hiszem, hogy meg fogja előzni, szerintem tartja. Igen, inkább védi a hátsó részét Tamásnak. Viszont Orbán Tamás megpróbál kekeckedni Bencénkkel. Igen, hát nem jutnak dűlőre a srácok. Talán majd a... Majd ha aktiválódnak a DRS. Aktiválódik a DRS. Hú, de szépen beszél magyar. Na de mindegy. Hát itt a srácok vonatoznak, úgyhogy annyira nem igazán izgalmas, viszont itt elől, opa-opa, kis Barnabás, Farkas Márton gyepája elég szépen ott van a szélárnyékában. És talán itt lesz valami akció. Igen, hát azért látszik, hogy billentyűzettel mennek a srácok, és meg is előzi Mártont. DRS, ha jól láttam, igen, aktív a DRS. Kis Barnabás féktáv, meg tudja tartani, igen, szépen beteszi az autót. És kis Barnabás meg is tudta előzni Farkas Mártont. De visszatámad-e vajon? Hát próbálkozik, de itt hát Barnabás nem hagyja magát. Hát eléggé nyitva tartja azokat a kis kapukat. Jó, bocs, kis kapukat, kis Barnabás. Ez nem szándékos volt. Hát akkor nézzünk hátrébb. Gyula ugye még mindig a harmadik helyen, Bence továbbra is a negyedik helyen. Tamás az ötödik, Máté a hatodik, Péter, Szombati Péter a hetedik. Nézzük még hátrébb. Demeter Ádám, ő a nyolcadik, a Caterhammal. Már csak az én is mondom, mert felismerte, ez őt. Kárász Rudolf, hát nekem kicsit furi, hogy Rudolf ennyire hátul van. Úgy néz ki, hogy vagy a setup nem teljesen oké neki, vagy nem fekszik a pálya. Viszont Lőrinc Gábor szokásos, kiesett újból, illetve Sipos Tamás. Hát rajtuk nem csodálkozom, hogy kiestek, viszont Kis Levin csodálkozom, mert többnyire végig szokott menni. Nézzük csak, itt hátul mi történik. Bence megelőzte Gyulát. Gyulát, nem csak Gyulát. Ó, szegény Gyulát megelőzte Orbán Tamás is. És erről lemaradtunk. Na, kapok én majd hideget-meleget. Lemaradtam az előzésről.
De remélhetőleg Gyula vissza tudja előzni ők, és akkor nem. Hoppá! Tamás hibázott, és itt hátul Szombati Péterünk megelőzte Csépő Mátét. És Orbán Tamást talán most Gyula meg tudja, szépen ki tudod gyorsítani külsőiben. Így is van, és szépen megelőzte Hun vagy Magum. Jó. Úgyhogy legalább a visszaelőzésről nem maradtunk le, viszont itt elől nem. Nem történt előzés, azt hittem. Hát akkor Gyula úgy néz ki, hogy megpróbálja visszavenni az elvesztett harmadik helyét. Dieres aktiválódott. Csak sajnos nem neki, hanem Orbán Tamásnak. Hangsúlyozom, pártatlan vagyok, tehát... Na hát Pétert Csiprű megpróbálja, Máté megpróbálja meg visszaelőzni, de nem igazán sikerül neki. Most kivágódik, megmutatja magát, de nem. Hát túl messze volt. Akkor menjünk vissza Gyuláékra. Hoppá, egy kicsit optimistán ment be Orbánunk. Nos, hát akkor addig, ameddig lecsillapodnak a... Illetve ameddig nem lesz akció, addig elmondom, hogy 33 körös lesz a futam. Úgyhogy 33 gyönyörű kört fogunk végig élvezni. Hát egy kis akciót is láthatunk. Cséplő Máté megpróbálja visszaelőzni Orbán Tamás. Igen, hülye vagy Létai. Nem Orbán Tamás és nem Cséplő Máté, mármint Orbán Tamás, de Jaksi Gyula. Miből gondoltam volna, hogy az Cséplő? Ja, Mercedesbe ül mind a kettő. Ez van. Nos, hát Gyulának nem igazán. Jaj, miket beszélek, össze-vissza beszélek, hülyeségeket. Tehát, Gyula harmadik volt, megelőzték őtet, ugye Várhegyi, illetve Orbán, majd aztán Gyula visszavette a negyedik helyét, majd aztán most, míg oda voltunk hátul, addig Gyulát visszaelőzte Orbán Tamás, és akkor most megpróbálja visszavenni a negyedik helyét. Na. Jó, már képben vagyunk. Hát vagyunk, nem tudom, hogy vagyunk, de én képben vagyok most már. Teljesen más híveket használnak, szerintem... Nem tudom... Gyula szélárnyékba kellett volna vonuljon, és akkor esetleg lett volna esélye arra, hogy megelőzze. Ugye aktiválódott neki a DRS is. Na már most erről a módról azt kell tudni, ugye van DRS is kersz. Annak idején, amikor minket használtuk, illetve az NXGP, vagy igen, NXGP volt akkor már, mert megfejt GP. Lényeg, amikor ezt használtuk, akkor úgy kellett, tehát be kellett osztani a kerszt. A kétféle versenyző volt, az egyik ugye
folyamatosan elnyomta a puff kigyorsítás, és akkor előzéskor elnyomta. Viszont az ideális az volt, amikor hopp és ott hátul cséplő hibázott. Igen, kis eset. Tehát az ideális az volt, amikor kigyorsításnál, tehát lassú kanyarok kigyorsításánál használtad a kerszt. Mert akkor ugye, főleg amikor üldöztek. Mert olyankor mindig egy nagyon-nagyon-nagyon picivel jobb volt a kigyorsításod. És Gyula jön a boxba. Gondolom gumicsere. Így is volt, Gyulánál meg volt az első box kiállás. Tehát akkor visszatérve a kerszre, ugye az az ideális, hogyha mondjuk üldöznek, akkor elnyomod a kerszt, és de nagyon-nagyon picit csak. Illetve volt még egy trükk, méghozzá TC felülírási gomb, ami kicsit veszélyes volt használni, de kigyorsításnál nagyon jó szuper állt. Viszont tehát az előnye az, hogy szinte majdnem hogy jobb kigyorsításod volt, majdnem olyan volt, mint a kersz. Viszont hátrány az, hogy jobban kopott a gumi, és nagyon-nagyon veszélyes volt, hogyha túl hamar nyomtad meg, és nem volt egyenesbe az autó, akkor nagyon könnyen ugye megpördülhetett az autó. Viszont ha nem időben nyomtad, tehát sokat vártál a tehát igen, konkrétan sokat vártál, és túl későn írtad felül a TC-t, akkor viszont semmi hatása nem volt. Tehát pont el kellett találni azt, amikor, és közben én itten traspartizok, aközben Farkas Márton és Kis Barnabás, ugye szerintem ők már voltak a boxba, ők most itten nekiálltak, és pip-pup dirdur, csit-csat. Nem, de majdnem. És akkor a TC-nél tartottunk, TC felül bírálása. Tehát ha túl későn nyomtad meg, nem volt hatása, ha túl hamar, akár kipördülhettél, tehát pont el kellett kapni. És akkor úgy lehetett játszani, hogy amikor már elfogyott a kersz, akkor már lehetett ugye ezt a TC felülbírálását, de csak akkor, hogyha használtad a jó, és belerohant, addig beszélek itten, még ki volt az? Igen, Farkas Márton belerohant Kis Barnabásba hátulról, és letört az első szárnya. Úgyhogy több mint valószínű, hogy Márton jön a boxba. Igen, hát megállni alig tud megállni. Így is van, jön is a boxba. Az úgy néz ki, hogy a 8-10. Kör környékén mindenki vonul be fel a boxba. Majdnem mindenki. Szerelik az autót. Hát elég sokat volt bent a boxba. És vissza is esett a 9. helyre. Igen, tehát oda kell figyelni azért. Hát már csak 9-en maradtak. Fogyakoznak.
Nos, hát a box kiállások után így néz ki a mezőny. Várhegyi Bence az első helyen. Szombati Péter a második. Ők szerintem nem voltak még boxba. Cséprű Máté a harmadik. Kis Barnabás a negyedik. De furcsán vették azt a kanyart. Orbán Tamás a hatodik, vagy az ötödik, vagy... Igen. Tehát egyenlőre úgy néz ki, Orbán Tamás a... Na döntsétek el, gyerekek! De ötödik vagy a hatodik. Attól függ, hogy melyik kanyar. Most egyenlőre Gyula az ötödik. Így van. Tehát Jaksi Gyula az ötödik. És mi lesz, kimondom, mindjárt meg is előzik. Úgy látszik, hogy ez a két srác most egymásra talált. Hát nem unatkoznak a srácok, az fix. Menjünk innen elkapcsolni. Már maradjunk. Nos, jaj. Nézzük, Tamásnak aktiválódik a DRS. Így is van, aktiválódott a DRS. Hát, az a helyzet, hogy Gyulám nem sok mindent tud csinálni. Hába hagyja, viszont meg is kell állni. És ez Tamásnak nem jött be. Jaj. Egy picit kocs. Itt nincs DRS, viszont megpróbál kivágódni belsőjében egy kis hátsó kocs. Közben Bence is megjött, és újból hárman egymás mellett. És Bence meg is előzte Tamást. Lássuk, át tud egy Gyulán vergődni. Igen, hát a Bence ideálisabb íven autózott. És megelőzte. Viszont ezt kihasználva Tamás megelőzte Gyulát. Ugye dupla szélárnyék. Csak meg is kéne itt állni. Hát sikerült. És Tamás megint kapott DRS-t, úgyhogy... És DRS-sel szépen meg tud... Na, talán... Nem, belső évet tartsa, viszont most Tamásnak kedvez a zív, a kanyar. És sorban Tamás meg tudta előzni Várhegyi Bencét. Lássuk itten. Gyula közön ott hátul kukkol, hogy hátha talán esetleg kiütik egymást, és akkor sikerül végre visszaszerezni azt a harmadik helyet, de nem. Figyelnek azért egymásra, srácok. Viszont megpróbáljam visszaelőzni Orbán Tamást. Nem igazán megy. Talán most. Nem tudom, Gyulának nem működik a DRS-e. De most kéne működjön. Hát Bence az elhúzott innen a srácoktól, viszont a srácok Gyula meg Tamás, ugye mivel csatáznak, így inkább feltartják egymást, tehát szélárnyékozni kéne, és akkor Bencét be tudnák fogni. Na, és most működik Gyulámnak a DRS. Hát az a helyzet, hogy
DRS nélkül a Mercedes az szinte ugyanazt a végtempót hozta, mint Gyulának a Renault-ja. Úgyhogy a Merci az nagyobb végtempóra van beállítva. És akkor ezért előzően gyönyörűen. Ugye végtempó plusz a DRS, plusz lehet, hogy a hetedik fokozat egy kicsit el van nyújtva, és akkor még hatékonyabb, nem szabályoz le. Igen, itt azért itt azért kell tudni, hogy mik azok a határok a hetedik fokozatnál is, amivel inkább nyersz, mint veszítesz. Mondjuk a török pálya az kimondottan hát a tapadós beállításoknak nem a legjobb. Tehát itt végtempó agyad neki, ami a csövön kifér. Na az a helyzet, hogy annyira túl sok lassú rész nincs ezen a pályán. És hogyha ugye viszonylag tapadásra állítod, mert bízol benne, hogy ott a kersz és a DRS, amit ugye most láthattuk, hogy Gyulánál újból kinyílik, viszont hiába kersz, DRS, szélárnyék, minden tökönboltja ott volt Gyulánál, nem sikerült a Mercedes megállítani, megelőzni. Tehát viszont, hogyha egy lassú pályán, tehát egy sokkal kanyargósabb, lassabb pályán lennénk, akkor lehetséges, hogy Gyulának ez a beállítása jobb volna, mert ugye akkor megvolna a végtempód, ugye a kezd DRS miatt, illetve megvolna a tökéletes tapadásod. Annak idején Rudy tudott nagyon-nagyon-nagyon jó setupokat csinálni. Konkrétan megvolt a tapadás, többnyire mindig tapadásra állította, és Rudi név alatt Rudas Istvánra gondoltam. Tehát megvolt a tapadás, Frankon ott volt, minden egyes kigyorsítás tökéletesen szuper volt, viszont Kersz és DRS-sel ugye tudott védekezni. De többnyire inkább a tapadás sokat számított. Ugye a kigyorsítás. Viszont úgy néz ki, hogy itten megérkezett Szombati Péterünk, és megelőzi Gyuszikánkat, Gyulánkat, bocsánat, Gyula. Nem Gyuszika, Gyula. És mindenkinek van itten már izé, hogy is hívják, DRS, és mégse tudták megelőzni Orbán Tomást. Úgyhogy Tomikám, nem tudom, mit használsz, Red Bullt, vagy nem Red Bullt, Mercedes Bullt, vagy valami hasonlót. Hopp, és ott, na. Viszont nem tudom, hogy nem-e van itt egy gumi különbség is közöttük. Mondjuk nem látszik, az a baj, nem látszik, hogy ki milyen gumit használ. Sajnos nem látszik. Hát mondanám, hogy nézzünk még szét előre-hátra, viszont félek, hogy nekiállnak itten előzgetni fejetlenül. Na, azt szokták, amikor megnyomom, hogy elmegyek innen, akkor előzik meg egymást. Na, de viszont úgy néz ki, hogy Gyula felkölheti a fehér neműt, mert és nem. Nem, Gyula még mindig Tamás szeretné megelőzni, és aktiválódott a DRS, és talán most elég közel volt hozzá, hogy meg tudja előzni a Mercedes-t, és igen, féktávon meg tudja fogni az autót, ott kell tartani, igen, ott tartja. Igen, sikerült megelőzni, és Szombati is. Na. Egymás mellett is, nem Péter elengedte.
kicsivel több agresszivitást nyújtott volna Péter, talán megijedt volna Tamás, és akkor esetleg sikerült volna megelőznie, de hát jobb így, mert így legalább nem lett birdó csicsat. Meg ütyü-mütyü. Na de, ájj, kivágódott, és szépen körbeautózta, viszont belsőben Tamás, nem? Talán Péter ott tudja tartani, így is van, ott tartotta. Viszont ott tudja tartani az autót egy másodpercen belül. Akkor Tamásnak aktiválódik majd a DRS, ami... Na... És így is van, aktiválódott, és akkor most jön a Piff-Puff Dirdur. Áj, és Gyulát megint megelőzték. Gyulát megint. Szegény Gyula küzdik. Igen, ilyen ez a DRS, tehát alattomos. Mert ugye, amikor már úgy elkönyvelted magadba, hogy szuper, meg jó, meg minden, hú, ott vagyok elől, akkor jön a DRS zóna, és szépen elmennek melletted. Nos, hát közben felhívnám a kedvesen nézők figyelmét, hogy 19. körben vagyunk, tehát a fél távon már túl vagyunk. Ha jól számoltam, igen, hát a 33 körfél távon már túl vagyunk, 19. körben. És megy a Csihi-puhi csircsat Piff-puff Dirdur, ami azért elég rég nem láttam ennyire izgalmas futamot, tehát eddig mindig az volt, hogy úgy beálltak a srácokhoz, Áves-Bugyesz mentek, amerre láttak. Úgyhogy kimondta az, hogy nem jó futam az, amikor kevesen vannak. Na, viszont hatodik helytől visszafele már ugye Kárász Rudolf eléggé le van maradva. Hetedik helyen Cséplő Máté is. Farkas Márton, hát ő az első helyről eléggé visszaesett a nyolcadik helyre. És hát onnan hogy fog felkeveredni? Szerintem sehogy. Demeter Ádám maradt a 9. helyen, és akkor a Lőrinc, Sipos Tamás, Kis Levente, ők kiest. Viszont itten elől Csihi-puhi van, Barnabás és Bence. Csihi-puhiznak. Bence megpróbálja megelőzni Barnabást, és agresszív, de profi módon betette az autót, és nem sikerült neki az elődés, de sikerült. Viszont Barnabás megpróbálja visszavenni a körét, lássuk, hogy kinek lesz aktív a DRS-e. Gyerekek, ennyit beszélni? Na jó, akkor iszok egy kicsit. No, hát hittem egy kicsit. Ez be kellett jelenteni, mert ez egy fontos dolog, hogy ittam, szóval... Na miért? A Ricsinek volt szabad alkoholt reklámozni, akkor én is ijatok, nem? De hát... Csak én lassan a víztől beszélek annyit, amennyit a Ricsi szól. Amúgy innen is üdvözlünk, Ricsi. Na hát úgy néz ki, hogy Bence simán átment Barnabáson, és Barnabás nem tudja egyenlőre visszaelőzni. Viszont... Ott hátul már megint nem bírnak magukkal a srácok. És hát logikus, hogy megint nem őket néztük, és már megint megelőzték a Gyulát. Na talán... Nem itt. Na. Igen, a szókincsem az fejlődött. Na, meg hoppá. Meg izi-bizi.
Gyulának jó a kigyorsítása, viszont Tamásnak jobb a végtempója. Ami talán problémát okozhat, de viszont itten Gyula megpróbál minél közelebb maradni. Szerintem azt akarja, hogy majd a DRS résznél meg tudja majd előzni. És most... Na, vajon ki volt előrébb? Igen. Hála Istennek Gyula... De nem tudta meg... Nem. Nem elég az a DRS, nem elég neki. DRS nélkül Tamás autója gyorsabb. Hát egy biztos, hogy ezt a futamot ugye nem felejtik el a srácok, mert oda-vissza előzgetik egymást. És most Gyula megpróbál, igen, belső event, nem sikerült. Gyorsan előre pillantok, hogy mi történik itt elől. Hát itt elől abszolút semmi, mert Bence első, második. Hoppá, Szombati Péter második, hova tűnt? Timon Hill. Tehát Tamás harmadik, Jaksi negyedik, Kárász Rudolf ötödik, Kis Barnabás a hatodik. Szerintem ő volt a boxban. Igen, már ideje volt a boxot. Boxot? Boxt. Minden, be volt a izébizébe, azt lecselétik, ahogy is hívják ját. Na, illegalább nem rontom el a szót. És szépen megelőzte. Kit előzött meg? Rudolfot? Nem előzte meg Rudolfot. Most fogja megelőzni Rudolfot. Hát, vagy nem. Hát, ajj. Ajj, és hát, igen. Összeért a, ugye, Rudolfnak a az első kereke, és... Hoppá, Orbán Tamás a buszba. Most jön ki, vagy most megy be? Most jön ki. És lássuk, ki van előtte. Farkas Márton van előtte. Na hát Marci úgy néz ki, hogy vissza tudott jönni. Hát elég szépen feljött az ötödik helyre, ugye? Csak kérdéses, hogy ki kell-e még álljon. Ugye 10 kört kibír-e még a gumia. Hát akkor visszatérve Kis Barnabás és Kárász Rudolfnak az akciójára. Ugye ott volt mellette Rudolf, Barnabás mellett, és Barnabás amikor ugye előzött, akkor a... Ha jól tudtam, akkor Barnabás hátsó kereke és Rudolf első kereke. Vagy fordítva. De minden esetre összeértek és úgy pördültek. Úgy pördült ki Rudolf. És Gyulám jön a boxba. Kicsit neki ment annak a korlátnak. Na nyomott egy satuféket. És jön is Gyula, hatodik helyre sikerült visszajönjön. 24. körben vagyunk. Akkor menjünk előre, azt mondja, hogy Bence az első, Kis Barnabás a második, Szombati Péter a harmadik, és őt követi közvetlen Farkas Márton, illetve Orbán Tamás. No hát, mi lesz ebből vajon? Hát ahogy nézem,
Mártonnak is talán aktiválódik majd a DLS-e, illetve Tamásnak is. Hát nem tudom mit mondjak, McLarennek talán nincs akkora végtempója, mint a Mercinek, úgyhogy lehetséges, hogy Tamás DRS, igen, jól tippeltem, mindkettőnek aktiválódott, és lássuk ki a gyorsabb. Nem, hát nagyjából egyforma végtempójuk volt DRS-sel. Úgyhogy Tamásnak, reménykedni, tehát csak reménykedhet abban, hogy előlük Péter, Szombati Péter meg tud lógni, és kimegy abból az egy másodperces részből. És akkor nem lesz aktív a DRS Mártonnak. De úgy néz ki, hogy most mintha kicsit ellógott volna Péter. És akkor már nem biztos, hogy aktív lesz Mártonnak a DRS-e. De ezt azonnal itt a hátsó résznél mindjárt meg is láthatjuk. Még nem itt. És most így is van, és Farkas Márton talán mostan a Mercedes-es Orbán Tamás meg tudja előzni, és így is van, de nem, és nagy nehezen, de sikerült, viszont Márton jön a boxba, úgyhogy ez egy ilyen beintés, hogy haha, megelőztél, de tudod, bejövök a boxba, szóval igen, és Márton most már szerintem utoljára állt ki a boxba. Nos hát, Rudolf Kank 7. helyen. Na, talán, lássuk, Márton meg tudja előzni a még hideg gumikkal. Ott egy hatalmas fékezés, füstölős fékezés. Még nem tudom a srácok, hogy állnak a fékekkel, viszont ebben a módban azt tudom, hogy Bahreinben 100% ugye el szokott menni a fék, hogyha elég bugyuta vagy és nem megfelelő helyre teszed a hűtést, illetve nincs szerencséd és túl agresszívül fékezel. Talán Márton, hát ez nem tudom mit mondjak erre. Ez inkább cikázás volt a Ferrari részéről. Na és miért? Farkas Mártonnak aktív volt a DRS-e és lecsapta. Mit, nem akarta volna megelőzni? Vagy véletlenül fékre nyomott. Igen, és van egy olyan bug benne, hogyha fékre nyomtál, akkor többet az nem aktiválódik, legalábbis abban a körben. Na de viszont most... Igen, és sikerült elmenjen mellette. Na, visszaelőzi. Hát, megkísérelte, de szerintem ebből már nem lesz semmi. Akkor menjünk előrébb, mondom előrébb. Ilyen cséplő, Orbán Tamás és Gyula. Haha, megint lemaradtunk. Lényeg a lényeg, hogy Gyula megelőzte Tamást. Viszont szerintem nem pihenhet, nem dőlhet még hátra Gyula, mert Tamás elemében van. Huszonhetedik körben 44 perc.
Ben vagyunk. 44 perc gyepálják egymást Gyula és Tomi. És hát nem visítok, de megtehetném, mert Gyulát megelőzte Tomi, és akkor most Tomi előzi meg Gyulát, vagy Gyula Tomit, vagy éppen nem tudom tartani itt az iramot, hogy ki kit előz meg. Mindegy pár kör múlva biztosat tudunk, amikor ugye a vége lesz a futamnak, hogy ki van előrébb. Jó ezt látni, hogy oda-vissza előzik a srácok egymást, és nincs az, hogy elmennek, és szana széthul az egész banda. Viszont most szó szerint a Gyula elment. Ugye... Itt azért nincs súlykorlát. Tehát Orbán Tamásnak igenis nyílik a DRS, na, ajaj, na Gyula veszélyben vagy. Viszont szerintem a Gyula most nyomta a kerszt, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó védekezési mód, hogy amikor az illetőnek, tehát a hátsó traktusban lévő gépjárműnek, aki meg szeretne téged előzni, aktív a DRS-e, mert ezt a tükörben látod, ha még arra is tudsz figyelni, akkor amikor már ott van mellette, szépen megnyomod a kerszt, többnyire ha szerencséd van, akkor elég kerszed van ahhoz, meg persze, hogyha hetest úgy állítottad be a végfokot, ha jó időben nyomod meg a kerszt, és persze van elég kerszed, akkor ki tudod védekezni. Viszont a következő kanyarban már nem lesz, nem fogod tudni ugye használni a kerszedet. Így talán meg tud előzni. Te, ha ügyes vagy, akkor féktávra, kigyorsításra még egy picit hagysz, és akkor meg tudsz lógni. Na most én itten osztom itten az észt, hogy is kéne ezt használni. Azt lehet, hogy abszolút nem úgy használják, hanem kezdélyes, tövig nyomodó sztáv ez úgy lesz. Viszont itt megint aktiválódott Tominak. És nem tud mit csinálni most Gyulával, tehát... Szerintem Gyula kiismerte Tomit, hogy mikor mit használ. Viszont még egy megjegyzésem lenne. Lehetséges ugye, hogy Gyula a kersz az használja védekezésre, az biztos. Viszont lehetséges, hogy ahhoz, hogy Tomi ott tudja tartani az autót a lassú részeken Gyula hátánál, ahhoz ő használja a kerszt. És már akkor, amikor aktív a DRS-e, akkor már nincs elég plusz sungja, ugye nincs, elfogyott a kersz, és nem tudja egyszerre elnyomni a kerszt is, és a DRS-t is használni. Na ez megint egy nagyon szépen megfogalmazott mondat, de remélem, hogy értitek, hogy mit akarok ebből kihozni. Mert ugye tökéletesen úgy működik csak, hogyha a kersz és a DRS-t egyszerre használod, de akkor tudod azt a iszonyú nagy végtempót elérni. Na, hát még három kör. Na, és ugyanaz, tehát ugyanúgy látszik, hogy ugyanaz történik újból és újból. Ez már körülbelül harmadik kör óta ugyanaz történik, hogy hiába ott van mögötte, használja a DRS-t, viszont nincs elég végtempója megelőzni. Tehát akkor lehetséges, amikor előzött, akkor még aktív volt neki a kersz is. No, ezt kitotóztuk, úgyhogy
Azt aztán lehet, hogyha jövő héten megkérdezem, hogy na most akkor hogy is volt, az teljesen megcáfolnak, mert sose lehet tudni. De elméletileg így kéne működjön. Na hát akkor míg meg nem előzi, meglőzi, nem előzi meg. Viszont most nagyon közel van hozzá. Jajjajjajj. Igen, Gyula most itt a problémában lesz, mert Tamás nagyon is közel van hozzá. Aktiválódik a DNS, és simán megelőzte. Simán megelőzte. Viszont meget tud állni. Igen, megállással kis probléma volt. Viszont lehetséges, hogy most egyszer elnyomta Kelsz is, és a DRS is. Mindent föltett egy lapra, viszont most egész idáig nem lesz neki Kelsz. És Gyula. Igen. Igen. Tehát. Tomi, elnyomta Kersz DRS-t. Megelőzte Gyulát. Gyula meg ugye hagyta magát. Hagyta magát, nem tudott mit csinálni. És szépen fogta magát, és a kigyorsításnál elnyomta a Kerszt, és vissza tudta előzni. Viszont most itt problémája lesz, mert igen, elfogyott. Igen, lendület, meg talán a Kersz is. Na de viszont gyorsan menjünk előre. Na, még van egy körünk. Igen, Bence első hely, Kis Barnabás második hely, Szombati Péter harmadik hely, Orbán Tamás és Gyula még mindig ott vannak. Na, talán Gyula most... Így is van, és a kis fickó. Tehát nem előzte meg egész addig Tamást, ameddig ugye nem jött a DLS aktivációs rész, és ugye előrengette, és közvetlen, amiután ugye aktiválódott a DLS, persze a hátsó résznél, ugye a hátsó embernél, mármint Gyulánál, szépen egyből megelőzte. Tehát az érzékelő pontnál még Tamás volt elől, és közvetlen utána Gyula meg is előzte. Hoppá, menjünk gyorsan előre, remélhetőleg nem lesz addig előzés. Nem is tudom, hogy melyik részén vagyunk a pályának, de vissza gyorsan ide Jaksiékra. Talán nem lesz előzés. Na, és Bence. Még 28 másodperc. Igen, a hátsó egyenesben van. Vissza hátra. Jaksi. Hát talán már nem fogja tudni visszaelőzni. Most előre a befutóra. Na, még 10 másodperc is. Bence beér. Addig ne legyen ott hátul előzés, és így is van, és Várhegyi Bence megnyert a török futamot, és szaladjunk vissza, Orbán Tamás vissza tudta előzni Gyulát, és talán, de nem, szerintem már késő, Gyula nem fogja tudni megelőzni Tamást, és ki is pördül, Tomi beér. Gyula is beér a hatodik helyen, igen, megpördült és megelőzte Farkas Márton. Hát Gyulám, pekhed volt. De azért gratulálok neked is és Tamásnak is. Kárasz Ludófa. Kárasz, igen, R betű. Kárasz Rudolfa hetedik helyen beért. Cséplő Máté, hát nyolcadik helyen. Többet vártam volna Mátétól. Demeter, hát Demeter furcsán vette azt a kanyart.
de mondjuk... Ott valami bibije van. Szerintem dirdur defektje van. Így is van. Jobb első kerék, dur defekt. És beér? Beért. Az utolsó is. Úgyhogy Lőrinc Gábor, Sipos Tamás és Kis Levente sajnos kiestek a futamból. Várhegyi Bence nyerte meg a futamot. Második helyen Kis Barnabás, ők ketten ugye elég szépet elcsatáztak. Szombati Péter, ő inkább ilyen furfangos módon ott ülök mindenki hátánál és szépen elhúzom a csíkot, amennyire csak lehet. Engem ne vegyetek észre, én majd megyek előre. Stílusban volt ez a futam neki. Majd a Csihi Puhi mestere, Orbán Tamás, illetve Jaksi Gyula. Sajnos Gyulának láthattuk, hogy pont a beérőnél, tehát amikor picit még kellett volna tűrtőztesse magát, de hát elszállt az autó. Farkas Márton ugye a lepattanult, ugye elkapta és Gyulámat meglőzte. Hát Kárász Rudolf számomra egy csalódás volt ez a futam, mert előrébb vártam volna, és Mátét is. No, hát akkor ennyi volt mára. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a futamot. Gratulálok minden egyes részvevőnek, akik végigmentek ezen a pályán, és azoknak is, akik nem mentek végig. Jövő hét szombaton a szokásos időben ugye lesz Elsel. Még ezen a héten lesz majd HSF egyel, ugye az is felvételről még hozzá, ha minden jó, megy Ricsivel. Pénteken F1 2017 Codemasters, ugyancsak nem, ezúttal nem Ricsivel, hanem ha a Robi felgyógyult és jól érzi magát, akkor a Robival. Szombaton, mint tudjátok, ugye Elsel. Vasárnap azt hiszem RS Formula lesz élőben, és ugye utána PF1-jel Seat Leon. Na hát akkor én jó magam létei Attila voltam, ti a Zenix TV-t néztétek, úgyhogy PH érték, és köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Pa-pa!